gyulai rendőrkapitányságon a tavalyi év is egy kiegyensúlyozott év volt. Gyakorlatilag a bűncselekmények száma visszaesett. Kojsza Zoltán a három témában értékelte a gyulai rendőrkapitányság 2016-os évét, amely szinte minden területen eredményesebb volt az előző évéhez képest. Csökkentek ugyanis a vagyon elleni bűncselekmények, így a rongálás, a betörés és a lopások száma is kevesebb volt, mint egy évvel korábban. Tavaly két bicikli lopásra szakosodott bandát is lekapcsoltak, így ezen a téren is javulás történt. A személyisérüléses balesetek száma is kevesebb volt 2016-ban, és ami a legfontosabb, hogy ebben az időszakban a gyulai rendőrkapitányság területén nem volt halálos kimenetelű baleset. Idén a rendőrség fokozottabb ellenőrzéseket fog végrehajtani, kiemelt figyelmet fordítva a megelőzésre, mind a bűncselekmények, mind a balesetek tekintetében. Ebben az évben meg fogjuk tenni nem csak a kerékpárosokra, a gépjárművezetőkre a fokozott ellenőrzéseket, szórakozó helyeket fogunk ezében ellenőrizni, szórakozó helyek környékét, és nem csak a baleset megelőzést, de a bűn megelőzést is preferáljuk. Itt elsősorban a középiskolákat szeretnénk érvényre jutatni a megelőzés területén, a középiskolás diákokat szeretnék megszólítani, és nem utolsó sorban folytatni a szülők tájékoztatását a drog veszélyeire. Gyula ugyan a kábítószerrel a kevésbé fertőzött területekhez tartozik, de itt is problémát jelent a designer drogok megjelenése, ezért ezen a területen sok még a tennivaló. Kojsza Zoltán elmondta, az egyik legfontosabb cél minden lehető eszközzel segíteni, hogy növekedjen a lakosság szubjektív biztonságérzete, és tovább javuljon a felderítettségi eredményesség.